Megmondom őszintén, anyámra nem várnék a késne a repülőt percet, tehát egy kicsit most már ezt túlzásba viszem szerintem. Szóval küldenél taxit. Oké, okay. Már vagy 10 percet itt várom. Legyen szerencsés a családot! Következőt kell. Be kell oltani, mint reality nagy mestere, jó? Tehát folyamatosan az egójára kell próbálni hatni. Nekünk van szükségünk a segítségre, stb. Mert igazából segíteni akarunk neki. Kíváncsi vagyok, mit akarnak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szeretnének. Sziasztok! Szevasz! Gáspár Győző. Gáspár Győzi. Szia! Háló, szia, halászat! Na kérem szépen, ma várom nagy szeretettel, hogy mi az a nagy dolog, amiért így kora reggelről kirangattatok az ágyból. Ezért késti akkor, nem Győzi, mert nincs órád. Hát nincs óra. De veszek neked egyet. Nem kell nekem menni órát, köszönöm szépen, veszek én magamnak, köszönöm szépen. Még azért annyira nagy szegénység nincsen, de... Ja, nem a szegénység. De azért a pontosabb, tudom, nem az én műfajom. Uraim, azt mondták, hogy egy nagy bejelenteni valójuk van számomra. Na mondjam, mi az? Sonkat ismered, ugye? Ismersz Ismerem, minket. Ismerem, igen. Na, a következő a sztori. Beszéljünk komolyan. Te vagy a realitik nagymestere, így van? Hát, te hoztad ebbe az országba ezt a realitik, te vagy a nagymesterenek a realitinak. Igen. Amire szükségünk van nekünk, az az, hogy ellátsz minket tanácsokkal, hogy csináljuk, te vagy az a nagy, te vagy a nagy barter király is, amit kell, mindent el tudsz intézni. Igen. Mindenkivel tudsz. Ezért közel 20 év alatt megvan neki a kapcsolatban. Szeretnénk mi is ingyen élni, megmondom őszintén. Tehát szeretnénk ingyen élni, ingyen szeretnénk mindent. Ingyen szeretnénk étterembe járni, hotelekbe, minden Attila, ilyesmit szeretnénk. Attila, ahol ne haragudj, újra kéne megszületned, hogy te ingyen éljél. Ezt szeretnénk, hogy megtudj neki, és ezért mi is segítünk neked visszajönni a képernyőre. Magyarán te engem fel akarsz építeni, ma bocsáss meg, ne haragudj, mert beleugorok, nem tudom, Duna ez-e, vagy Tisza, vagy... Ez a veresító, ez a veresító. Hogy te engemet vissza akarsz hozni a médiába? Figyelj, Győzi, most szűnt meg a munkahelyed, így van? Igen, megszűnt a munkahelyed. Segíteni akarunk neked, szeretnénk téged visszahozni a képernyőre. Tehát arra gondoltunk, hogy esetleg csináljuk, leforgatjuk neked a Győzikes Showt, a saját kis műsorodat. Attila, mit reggeliztél? Ennek a műfajnak Magyarországon én voltam az első, aki ezt létrehozta. Utánam elkezdték csinálni, de azok már csak utánoznak engem. Az, hogy most a csatornám felmondott és elküldött, szeretnék pihenni. Én például imádtalak a képernyőt. Én hiszem, hogy imádtatok, de most Attila azt mondja, hogy ő ingyen akar szállodába menni, nagyon szívesen elviszlek ingyen szállodába, mert szeretek a szálloda tulajdonosok, mert még akarom, még elviszlek csúszdaparkba, és ott is ingyen tudok bemenni. Van még egy pár éved a médiában, azt próbáljuk meg visszahozni neked, ennyi az egész. Nézzük meg az anyagi oldalát. Milyen anyagi oldala? Ilyen gizda csahúval szerinted én dolgozok majd? Maga én vagyok a média, tudod mit? Győzi, le vagy szerződve most valakivel? Én nem vagyok leszerződve, hála Istennek, senkivel. Látom. Szabad vagyok, szingli vagyok. 19 év alatt mindenki tudja, megkérdezzük ott most azt a turistát, hogy ki az a Gáspár Győzi, tudja. Akkor mi az, hogy engem visszahoztok a médiába? Én akkor jövök vissza a média, amikor akarok. Azt nem akarjuk igazából, hogy lemenjél. Tehát nem is a visszahozni, hogy lemenjél. Tehát ezért akarunk tovább foglalkozni. Attila, te nem látod a segítséget. Neked. Én Gáspár Győző vagyok, 74. január 4-én születtem este 7:30. Michael Jackson szerettem volna lenni ezen az országban, az lettem. Az ország fele utal, az ország fele gyűlöl, de megcsináltam azt, amit akartam. Beszéljünk egy kicsit az anyagiakról, jó? Van nekünk erre egy elképzelésünk. Ugye különböző celebekkel dolgozunk együtt, tehát nagyjából tudjuk, hogy mik most a piaci árak. Igen. Ugye kezd érdekelni most már. De kíváncsi vagyok. Na ugye, hogy kíváncsi vagy? Tehát akkor már a gizdacsávóval azért csak együtt dolgozná. Azért látod a perspektívát, hogy tudnánk ketten alakítani valamit, nem? Hát látom. Na. Oké, Győzi, mondom az összeget, jó? Amire gondolok, ilyen 4500-5000 napi díjba. Győzi, mielőtt meglepődnétek, ez természetesen nettó összeg. Az neki mindegy. Oké. Te 4500 forinti, a Kulalónak a fia, a Bakronak a fia jött el nekem ásni, 4500 forinti, kiástak, amikor fektettük a csöveket az udvarba. 4500 forinti, ha minek néző engemet? Vatkacsának néző öcsém engemet? Ne haragudjam, azért ne alazzam ma meg engemet. Nagyon megkérlek tégedet, hogy én nem egy 4500 forintos napi bírre sztár vagyok, ma bocsáss meg. Ákot, te gurjátszerbe kell 10 forintért veszünk.
Milyen 10.000 forintot? Az A kategóriások, az veszük 10.000. Milyen A kategóriás? Engem nem A kategóriába kell sorolni. Ezért nem adtunk 10.000. Az első 10 magyar legnépszerűbben, ma évek óta benne vagyok. Hát ne haragudj, én fizetek neked 4.500 forintot, hogy ezt a beszélgetést fejezzük be. Veszünk 5.000-ig, jó? Milyen 5.000-ig? Te milyen 5.000? Te 5.000, milyen 5.000 forint? Meg vagyok döbbenve. Mi az, hogy meg vagytok döbbenve? Mi az, hogy meg vagytok döbbenve? Hülyének nem kell nézni az embert, hogy felhívhatjátok Budapestről. Tankoltam 13.000 forintihoz feljövök, hoztam meg napi 5.000 forintot akarsz nekem öcsém adni, azt minden nap tankolok 13.000 forintig. Hülyének nem kell nézni, hülyék tudod, hol vannak? A másik oldalon, öcsém. Nyilván ebben persze gondoltam egy ilyen napi fogyasztást is, tehát az üdítőt. Milyen napi fogyasztás? Nem vagyok is sertés, bazd meg, hogy napi fogyasztást. Én kifizetem magamnak a kajalmat, nem kell kifizetni a kajalmat. Az a baj, bazd meg, hogy ti itt az embert hülyének nézitek. Igen? 3 millió embert ültettem le hetente az RTL klubnál. 3 millió ember. 3 millió nem nézik az egész csatornát főügyébe. Te miről beszélsz, ember? 2005-ben 3 millióan nézték a győzik-e sót. Most az édes életet nézték 1 millióan. Na, te az... meg adsz nekem 4500 forint. Te! 5000-ig mentem a takarítónőm, a takarítónőm, aki hozzánk jár, az többet kap. Az még fogyasztás. Öcsém, nagyon-nagyon ti tudod, hol éltek? Ti nagyon nem ezen a földön éltek. Megmondom őszintén, amit így gondolom, ahogy így veszekszel, esküszöm, azon gondolkodom, tehát hogy a hangodat, várjál, meghallgattalak téged, Attila, én nem veszekedek, én nem meghallgattalak téged, próbálj meg meghallgatni te is engem. Egyszerűen az jön az agyamba, hogy tényleg vannak emberek, aki nem lehet segíteni. Ez nem egy napos munka, ez a 30 napot dolgozunk, az 150.000 forint egy hónap. 150.000 forint egy hónapba, öcsém! 150.000 forint! Netto. 150.000 forint! Testvérem, ti nagyon összekevertek valakivel, ja, ti bármi? Te bazd meg! Kiröhög 4500... Hát 4500 forint, ti mare? Hát elmégy, veszel 2 kiló csirke mellett, csak a 2 kiló csirke 2600 forint. Ahol veszel, more, még hozzávalót, hát a kajára nem lesz elég 4500 forint. Arról még ne is számoljunk, hogy 13.000 forintért szoktam tankolni, hogy feljussak Budapestre. Arról még ne is számoljunk, hogy még nem is vettem magamnak semmi kaja. Mondtam, hogy ezelőtt fölmentem 5000-ig, és kapaszkodsz a 4500-be, de figyelem, mi az az összeg, amire te gondolnál így saját magadnak? Mire értékelnéd így? Én? Aha. Öcsém, azt ti nem tudnátok megfizetni azt az összeget, hogy ezek után én veletek egy kockát is forgassak. Pénzt teszel rá, hogy ez így lesz? Hagyom itt, öcsém, én ilyen emberekkel és ilyen brigáddal, aki engem megalaz 4500 forinti. Te 4500 forintot a szegényeknek szoktam odaadni a faluba, az éhezőknek, hogy menjetek, azt vegyetek magatoknak kaját. Teljesen korrekt ajánlat. Teljesen korrekt. De milyen korrekt ajánlat? Te, hát nem izé vagyok óvodás, te 19 éve kezdtem ezt a szakmát. 19 éve kezdtem ezt a szakmát. Gyerekek, celebek azok jönnek, miről beszélsz, ember, celebek jönnek, mennek. Te tudod, hogy én ki vagyok? Persze. Basszus! Nekem nem kell te 5000 forintot, biztos? Öcsém. Biztos, elmegyek akkor a gyors étterem, azt beállok, azt árulom a szendvicset, azt jól érzem magamot. De nem érzed jól magad, mert neked a kamera az életed. Ezért is gondoltam erre, neked a kamera az életed. Akkor mit csinálok magamnak egy saját tévécsatorna? Á, nem tudsz úgy marketinget mögé tenni, ahogy mi. Én nem tudok marketinget, öcsém. Marketingben én vagyok a sukár. Elhiszem, hogy marketingben te vagy a sukár, de most a 4500 forint, bazd meg, ez egyszerűen nem értem. Ez kezdő. De milyen kezdő? Én nem egy kezdő gyerek vagyok, bocsi. De látod, 20 perce beszélgetünk, 4500-ről kezdtük, Attila már azt mondta, hogy legyen 5000. De ez nagyon gáz. Még beszélgetünk egy kicsit, és lehet ez akár 5500. Uraim, nekem most konditerembe kell menni. Mondj egy összeget, gyere Győzi, mondj. Én nem mondok összeget, nem tudnád kifizetni, öcsém. Nem tudnád kifizetni. Mi az, hogy nem tudnád kifizetni? Gyere, dobjál meg az összeget. Mi az, 1 millió nem forgatnak veletek naponta. Érted? Ne hülyéskedj, most már velünk van baj. Nem hülyéskedek, öcsém, valakivel nagyon összekeversz. Velünk van most problémát. Figyelj, nagyon összekeversz valakivel. Most úgy érzem, mintha a személyem ellenmondanád, hogy velem nem akarná fordulni. Figyelj! Veszek neked egy tükröt, belenézel, öcsém, most elbeszélgetsz magaddal. A hülye gyerekek, azok mondom, a másik oldalon vannak. Ha 1 milliót letennéd az asztalra, akkor se forgatnak veled. Köszi, és viszontlátásra, nektek is szép napot. Hát bazd meg, 4500 forint. Ha hol élnek ezek? Mert ők budapestiek? Hagyjuk ma, ez nem gáz, hagyjuk ma, ez nem gáz. Mit képzelt magáról a csávó? Mondjad ma most, azt gondolja magáról, el volt szava, azt gondolja, most ide jövünk Budapestre. Hát mit gondolt ez magáról? Hagyjuk ma. Hát mit? 5000 forintot én fizetek neki azért, hogy ott nem lát ezt a nagyképű arcot, mert neki habiszti, felvasalt ingje van neki. 5000 forint. Ne is idegeskedj rajta, menjünk. Menjünk inkább, azt hagyjuk az egészet a franc. Gyerünk a konditerembe. Az meg, nem lehet rajta segíteni. Tényleg az ember segíteni, akkor nem tudok rajta segíteni. Hát ő az az ember, igen, aki egyszerűen... Tudom, mióta a legkellemetlenebb? Főleg az emberek nézik, hogy kiabálnak velük. Nem szoktak kiabálni. De azt mit gondol? Mit mondott? 1 millió forintról beszélt? És
sose látott annyi pénzt ebben. Ah, vicces. Meg kell, tudod, próbálja megőrizni a... Meg ez a Honti Hanna. Hidd el nekem, most rádobunk egy pár ezer forintot, 10 forint el fog jönni. Egyébként ezt akartam, hogy fussunk vele még egyet. Honti Hanna, ez le volt neki, persze, le volt játszva, átgondolta, hogy tudod, mielőtt ide jött, lejött, már akkor tudta, hogy ez ki fog borulni, bármennyi összeget mondtam, hogy 5 kilót mondtam, az is ki volt. Most szembesült azzal, hogy igazából én tudom, miért fizetett neki a tévécsatorna. Sokkal többet nem adhatott. Az meg hogy? Na, akkor 10 bruttó. Ez 30 napot dolgozik, 178 plusz áfa. Teljesen jó, hát azt menj már. Halász, 10 000-ért vesszük a cselebeket. A kategóriás. Miért kellene neki többet fizetni? Ő, ki ő, hogy... Meg mi is segíteni akarunk, hogy ne menjen el a sülyeztőbe, viccelsz? Ha megint csak az áldott jó szívem. De ez így van. Azt a kutya mindeni. Szevasz, bratyasz, gazdád merre fele van? Sziasztok, Háci. Átgondoltuk, mi is szerintem ő is átgondoltam. Eljövünk ide, egyszerűen is jöttünk, támunk. Pazdmeg, erre jártunk, be voltatok Csekkova, gondoltunk, rátok nézzük, hogy mi újság. Mióta vagyunk mi ismerősök Facebook? Ja, nem veled, a gazdáddal. Gazdád. Győzi, mi a helyzet? Szerinted... Mi a sztori? Ti minek jöttetek ide? A hiányoztál, Győzi, hiányoztál. De ti minek jöttetek ide? Jó, én nem akarok veletek tárgyalni, jó? Azt mondja, Győzi, mire készülsz? Mi ez a sztori? Semmire nem készülök, jó? Veletek semmire. Arra gondoltam, mi lenne, hogy ezt a pénzt egy alapítvány javára fordítanám. Micsoda? Egy alapítvány javára fordítanám. 5000 forintot? De várja, alapítvány gyerekek, akkor azt én még megtoldom. Duplázunk. De alapítványozunk, akkor azt én megtoldom. Tudd meg nekem az 5000 forintot, az nem az enyém az 5000 forint, de a tiéd se. Tudjuk meg a szegényeket. Nem, tudjuk meg. Nem érdekel. Legyen szerencsés a családod, tudd meg nekem a pénzt. Tudjuk meg, mennyivel tudjuk meg. De ne legyél szemétláda, ne legyél szemétláda, én elvállalom nektek ingyen, én felgyövök, de akkor adjuk oda alapítványnak. Minden hónap végén számunk el az alapítványnak. Okay. És én nem kapok belőle egy forintot sem, mert én az élettől kaptam elég sok mindent. Szerencsét, ajándékot, minden. Legyen szerencsés a családod, tudd meg duplával. Na, no problem. Tudd meg duplával. Ennyi. Na, de akkor megtudod duplával. Mindennapi forgatásomra kapok 10 000 forintot, és átutaljuk vagy a gyermekklinikáknak, vagy a tűzoltógyszerek, vagy a fótiaknak. Kitaláljuk minden hónap, hogy melyiknek visszük el, és kamerán keresztül elvisszük nekik a pénzt. Így van, meg fogjuk csinálni. Legyen szerencsés a családod. Neked is adjon Isten erőt, egészséget. Te meg tudod, mi van? Megmondtam, hogy dolgozni fog velük.